Kedves Jézus, mit képzelsz, ki vagy te? Egy szamáron bevonultál Jeruzsálembe, azt állítva, hogy te vagy Isten. Amikor tömegek éjjeneztek neked, tényleg úgy tűnt, mintha szeretnének. Pedig nem, nem szerettek. Nem is törődtek azzal, hogy miről beszéltél. Nem a barátaid voltak, hanem az ellenségeid. És most itt vagy, a keresztre szögezve. Egyébként meg mi a célod? Kifizetnéd a számlát? Minden ember szégyenét? Mindenkiét? Minden egyes hibát, amivel az emberi ego már a fogantatástól kínlódik? Mint a rák, amely csak növekszik, szétterjed. Csalások, árulások, pletykák, nyilvános megszégyenítések, zárt ajtók mögött kimondott átkok. Én meg csak nézlek, ahogy szánalmasan megpróbálod felhúzni magad, hogy levegőhöz juss. Az emberiség piti kis haragjáért, azért, mert nem törődnek egymással, az önigazolásukért, vagy hogy olyan megszállottan ragaszkodnak az anyagi dolgaikhoz, a vége láthatatlan költekezésért, csak hogy jobban nézzenek ki, amíg mások milliók éheznek. Na, milyen érzés, hogy ennek a súlya mind rád került? Minden válás, minden lemondás, minden holtfáradt apa, minden pisztolylövés, minden halott gyerek, minden férfi, aki kislányokat rabol el, és eladja őket pár ezer forintért. Minden bizonytalanság, harag és dükitörés, az én utállak téged. Az én azt csinálok, amit akarok. A pornófüggőség, az irigység, mások és magunk báványozása, a hiúság ünneplése, az állandó nyomásgyakorlás a kapcsolatokban, hogy rám figyelj, rám figyelj, rám figyelj. Hát, most rád figyelünk. Téged nézünk, Jézus. És eszedbe jutott már, hogy én mit gondolok? Azt, hogy a világ elpusztul, és te nem tehetsz ellene semmit. Jó kis munkát végzett az emberiség. Én itt meg is állnék. De mielőtt végzünk, csak megkérdezem, hogy milyen ember az, aki azt állítja magáról, hogy meg tudja bocsátani az egész világ bűnét? Mit képzelsz, ki vagy? Mit képzelsz, ki vagy te? Üdvözlettel, a halál. Kedves halál! Megkaptam soraid, elnézést, hogy csak pár nap késéssel írok. Volt néhány fontos dolog, amit be kellett fejeznem. Tudom, nem vártad, hogy válaszolok, de a jó kérdésekre szeretek jó válaszokat adni. Szóval, mit képzelek, ki vagyok? Elmondom neked. Én vagyok a történelem botrányhőse. Az alkotó, aki ezt az egészet csinálta. Egyetlen szóval mozdítok el hegyeket, és teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mennyi volt az emberiségnek az adóssága, és ma minden bűnt kifizettem. Minden generáció bűnét megváltottam. Mit képzelek, ki vagyok? Elmondom neked. Én vagyok az, aki Isten hozottat kiált, annak, aki végre hazatalál. Én suttogom minden gyerek fülébe, hogy az én ötletem voltál. Én alkottalak, és gyönyörű vagy. És ne higgy soha senkinek, aki mást mond. A hűtlenhez is hű vagyok. Megváltó a nevem. A nevem hatalom. Még feletted is hatalmam van. Tényleg tudni akarod, hogy ki vagyok? Én vagyok az, akinek a lába a fejedet tapossa. Én vagyok a láncsa, amit az oldaladba döftek.
az író vagyok, aki ezt a történetet kitalálta, aki fogja a tollat, és egyetlen mozdulattal kiír téged a sztoriból. Az utolsó szó az enyém, mert én vagyok a szó, aki cselekszik. Halál, itt vagyok, hogy megadjam neked az utolsó döfést. Pénteken nem az én temetésemen vettél részt, hanem a tiéden. A szögek a kezeimben, valójában a koporsóba vert szögek. Csak hogy egyértelmű legyek, nem az emberi tervek áldozata lettem, és soha nem voltam a te rabszolgád. A győzelem vagyok. A mester. Én vagyok az, aki a foglyokat kiszabadítja. Nem csak a te szorításodból szabadulok ki, hanem még azokról is leveszem a bilincset, akik tőlem kérnek segítséget. Véged van. Már nincs erőt. A munkád semmit nem ér. Szedd össze a cuccaid és mondd el a barátaidnak, megcsinálta. Minden tartozást kifizetett. És ha még mindig azon tűnődsz, hogy ki vagyok, akkor elmondom neked. Én vagyok az. Üdvözlettel, Jézus.